Hát tű, hölgyek, urak, óriási tisztelt, üdvözlök mindenkit. Szerintem ilyen nagyon, tényleg nagyon zárt terű és hozzám közel álló videó biztos, hogy nem került még ki, ugyanis szerintem azt arra, ami nem ön történt itt semmiféle huncutkodás, lesz, amit ugye a végafutamokat, de ami most ténylegesen fontosabb az az, hogy megjött a Codemasters részben, igen, végül is a 2021-es játéknak az első trélere, ugye az EA által legfőképpen, bár azért itt még a Facebook oldal elnevezése egy kicsit még az elődökre hajaz. Nem nagyon tudom, hogy mi fog történni. Nyilván utána olvasgattam a trélert, én nem néztem meg, mert hát úgy voltam vele, hogy az előtt, hogy megnézném a filmnek a végét, és csak azután kezdeném az elejét, tehát semmi értelme lényegében. Úgyhogy igazából csak leírásokat néztem arról, amiket kapunk. Azokból ítélve ez nem lesz olyan nagyon rossz történet, de hát ugye a puding próbálja elsőképpen az evés. Úgyhogy azt javaslom, hogy gyorsan üljünk is neki, nézzük meg, milyen lett a tréler, és utána pedig vegyük gorcső alá itt a dolgokat, nézzük meg, amiket ígér nekünk az EA, és hogy mi bűvélünk majd július 16-án, mert hogy ugye akkor érkezik meg nagy lendületben szerintem az előrendelési fázisból ugye a játék, legfőképpen a Deluxe-nak nevezik majd azt a félefajta megoldást, ami kvázi DLC-s lesz, és megint 3 nappal előbb jön? Hát ne se tudja, majd csak meg lesznek a válaszok. Na nézzük, hogy mi a helyzet itt errefele. No, kérem alássam, hát pillanatokon belül meglódulunk, már ebből piros lámpa vár bennünk. Hát nem a legcélszerűbb dolog várakozással itt a kedélyeket felborzolni, de meglátjuk, mi fog történni majdnem másfél perc alatt. Úristen! Híd hangos! Szétrobbantak a piros lámpák. Azt a mindenit! Aha. Itt valami balhé van. Crafty már üvölt. Aha. Csodálatos. Így, hát ezt jól kitörték ott a jobb elsőt, az csúnya. Hamiltonnal rá közben, vagy csak valaki tök ugyanolyan hangja van, mint neki? Nem, ez biztos olyan, ami volt. Milyen messze mennél? Úristen. Hát ez olyan, mint hogy valami ilyen apokaliptikus sorozatból lenne. Aha. Before you reach out. Gyönyörű. Hát ez olyan sejtelmes, kérem szépen. Itt mindig le van nullázva egy autó. Breaking point. És akkor július 16-án jön a 2021. Gyönyörű. F2 is bekerül közök szerint, legalábbis ami videóból lehet következtetni. Hát mit mondjak? Nem nagyon sok minden derült ki ebből. Ugye a breaking point, hát a fene se tudja, őszintén szólva, ugye valamelyes szójáték következett, mert a fékezési pontból ugye teljesen más lett. Ajajajajajaj. Úgyhogy, ja. Hát első trailer igazából nem feltétlenül kell minden egyes új future-t ellőni. Hát ugye arra van még majdnem 3 hónap, sőt pont 3 hónap, ugyanis most van április 15-et, és ugye július 16-a pont 3 hónap múlva van, meg plusz egy kicsi. Nyilván nem most kell előni az összes tűzjátékot, de nem nagyon volt olyan nagyon egyértelmű, mi fog történni. Feltétlenül lesz, hogy ami a múltkor kiszivárgott, hogy lesz új karriermód, akár osztott menettel is, ugye, majd meg fog érkezni. Tehát mielőtt itt túlságosan belemerülnénk itt a hülyeség beszélésébe, ezért utána lehet olvasni a dolgoknak. Elsősorban ugye egyből a megjelenés után a Mirror írt is cikket, hogy ugye meg lehet erősítve a 16. megjelenés, a Codemasters-t váltotta az EA, tudom én, mi van itt. És a lényegi rész az itt érhető el, ugye, hogy igazából meg van erősítve, tehát teljes mértékben hivatalosan, hogy Portimao, Imola és ez a, hát gondolom én, hogy a szaúd-arábiai pálya is meg fog jelenni, bele fog kerülni játékba, és nagyon fontos, ez a kedvenc részem ebben az angol cikkben, hogy minden játékosnak, aki elindítja a játékot, járni fog, nem DLC formájában egyébként, nem is tudom, ez egy jó fricska az EA felé, gondolom én, de nem tudom, mire másra számított volna az ember, amikor a versenynaptárhoz tartozik hozzá jó formán Imola, Portimao és ez a Szaúd-arábiai pálya is, úgyhogy nagy meglepetések, annyira nagyon nem érdik itt az embert. Átugorva itt a GameStar oldalára, nagyjából ugyanez az információ, rengeteg ér bennünket, annyi kiegészítéssel, hogy nem tudom, hogy itt írták-e, de itt ugye a Breaking Point, az új story mód fog érkezni,
és visszatér majd a Devon Butler is, hogy a jó ég áldja meg kétszer egymás után, de hogyha több információval szeretnénk rendelkezni, akkor ugye el tudunk csattogni az előrendelés Steam-es oldalára is, és akkor itt már lényegi információkkal is gazdagodhatunk, ugye oldalképek vannak az autókról jóformán, itt az Alpine, aztán, hát igen, de szép! Azért bárki várja, hogy ez az Aston Martin baromi jól néz ki, amíg az első verseny után, amikor egyébként zárójelben mondom, hogy nem volt még második, mert 15-e van, holnap van csak péntek az imolai verseny szabad edzése, úgyhogy nem tudjuk, hogy mennyire áll jól a színája az Astonnak. Az első verseny nem volt nagyon eredményes. Hát ez a ház, ez hát nagyon érdekes összetétel, ugye alapból egy amerikai csapat orosz főszponzorral, olasz motorral, német pilótával, meg egy orosz pilótával, olyan nemzetköziség van itt, hogy beszarik az ember. Hát az Alfa Romeo az egyszerűen nagyszerű. Ez a Williams kicsi olyan, mintha random választottak volna egyet az előző formés játékokból, az előre megadott mintákból is építettek volna egyet. Nekem annyira nem tetszik. És akkor az Alfa Tauri. Ugye 8 csapatról van kép, ugye Ferrari kimaradt, a Mercedes is kimaradt, akkor meg is van a 10. És igen. Tehát összességében 60 euró lesz a sima standard verzió, a Deluxe Edition pedig 75 euró, azt a kurva ég. Jó, hát azért Steam-en nem kell félni, ott minden drágább. Szerintem a forint bátszámomban 20 ezeres határ meg fog maradni azért itt a magyar hát viszont eladóknál. A magyar felület egyáltalán nem lesz, mint ahogyan itt szépen kivehető. És akkor itt van a leírás, ahol egyébként merítette a Mirror és a GameStar is az ikletet. Ugye a Breaking Point, a tök új story mode, ahol majd átélhetjük egy valós pilóta életét, még tudom én, new ways to play, two player career and real season start. Tehát akkor valószínűleg az is a kiszivárogtatásból valós volt, hogy lehet akkor egy pajtással itt nyomni karriermódokat majd akár, hogy bele fogja kerülni az átigazolásos rész, vagy esetleg a fejlesztés, az már megint csak egy másik kérdés. Szerintem hát bele kéne, úgy lenne értelme neki. Viszont az zárójában megint, hogy meg lett erősítve, hogy egyébként lehet osztott képernyőn is ezt a közös karriert nyomni, és online is, hogyha nyilván egyszer voltak online. Ennyi kikötés van, hát nem olyan nagyon nehéz. A My Team is visszakerül. Oké, és a Breaking Point, ugye ez már másodszor érjed, semmi baj. New Ways to Play. Ja igen, tehát ez lesz a standard verzió talán? Nem, bocsánat, így. Oké, My Team mode, aha, 11. csapatot ugye megint csak indítani lehet. Aha. Itt már meg fog jelenni nekünk a pilótáknak a hát statja végül is ebbe az új fókusz opcióba. Igen, osztott képernyő két játékos számára az oké, és minket nem feltétlenül érint. Hát most lényegében nagyon-nagyon nagy újítást nem is látok ezen kívül. Ugye a jól bevárt dolgok azok mindenképpen 10 éves karriermód, tehát a 10 szezont ölel föl. Updatelt Research and Development, tehát a fejlesztéssel kapcsolatos dolgok updatelve lettek, gondolom kibővítik őket, csak úgy, mint a Practice program, és egy új Quick Practice is bekerül majd. Na hát ez így érdekesen hangzik. Split, azt olvastam, Forma 2, lehet megint short szezon, medium, vagy a teljes hosszúságú 20-as és 20-21-es szezon contenttel is nyomni. More ways to race, time trial, shorter season length options, tehát hogy lehet, hogy le lehet rövidíteni a versenynaptárból. Grand Prix mód, és visszamenti ugye megint majd automatikusan az összefoglalókat, ez viszont csak a PC-seknek jár. Sőt, de hogy is? Azt a mindenit! Vissza lehet menteni az egész versenyeket konkrétan, illetve az összefoglalókat, amiket gyárt a cucc. Ez eddig is megvolt az része, a rövidített összefoglaló, viszont a teljes replayeket nem lehetett visszamenteni, úgyhogy ez most jó, hogyha bekerül, mert hogyha jól értelmezem. Hát az operációs rendszer pedig a minimum az nem lett nagyon-nagyon pocakkapitányos. Hát az ajánlathoz már kicsit azért össze kell szedni az embernek magát, azért az a 16 GB RAM az úgy kellemes, főleg, hogy most drága halászbarátnék, ott a bitcoint elkezdték halászgatni, ugye RAM készlet hiány lett. De amúgy meg nem tűnik egyelőre olyan nagyon drasztikusnak, hát 80 GB tárhely kell, hát csak található az embereknek. Úgyhogy, ja, annyira nem lett kőkemény, úgyhogy ennyi egyelőre.
Deluxe Edition, nagyon jó, Feel the Rush, hát nem már félelem nagyon, oké. Okay. Hát hopszi, az elkerült ám a figyelmemet, hogy itt a, akkor lenyitja az ember a, az elővásárlásos Deluxe Edition-ös dolgot. Akkor tudja azért kiírja ám, hogy mi a történet, mert hogy hát éppen, hogyha előrendeled a Deluxe Edition-t, akkor 10% kedvezményt kapsz, amennyiben rendelkezel az F1 2019 és az F1 2020-szal, illetőleg 3 nappal korábban juthatsz hozzá a játékhoz, mint a sima standard verziót kapta meg, megkapod a komplett F1 2021-es játékot, kapsz ikonpakkokat, 7 darab ikonpak lesz, amit majd a My Team-be tudsz felhasználni. Igazából exkluzív tartalmak, kocsi, hát basszus, nem utnekeszem a szavak, atyúristen! A mintákat, izét, belső ruházatot, kesztyűt, helmetet, Victory Radio kar, ja, tehát akkor sisakot, valamiféle a győzelemkor elsüthető örömöt, végül is. És azt mondja, ez a Breaking Point Content Pack, ez azt jelenti, hogy úgy tudja megünnepelni a 2021 eljövetelét, hogy a játékon belül megjelenik ez a Breaking Point Story. És itt is kaphatunk ezen belül karakteravatárt, ugye mindenféle huncutságot, tehát nem a komplett Breaking Point lesz DLC-s, hanem csak ezek a karakteravatárok járnak hozzá pluszba. Itt pedig látszódik a sima standard verziónál, hogy igazából itt is megkapjuk, de itt csak 5000 bitcoin elkölthető pénzt kapunk játéka belüli valutát, míg az előrendeléses verzió, deluxos verziójánál 18 000-et. Ennyi igazából. Nézzük, hogy mik itt a meglátások a community részéről. So it seems it's more story-driven than before. It's okay to add something in the direction. I love it, but by watching the trailer, I fear they added too much. My Michelle úgy érzi, hogy ez így tök jó, csak hogy túlságosan sokat akarnak hozzáadni. Lehet, hogy arra gondolom pajtás, hogy éppenséggel túl sokat akar a szarka, ugye nem bírja a farka történet. Hát, csak nem fogja megenni a rákfene itt ezt a helyzetet, tehát az meglehetősen szomorkás volna. Aztán Ben úgy érzi, hogy a fanbase az nem akarta ezt a story módot, inkább az F3-nak örült volna. És akkor egy olyan karriermódnak, hát én nem igazán tudom, tehát nem tudom elképzelni, hogy mondjuk 100 emberből 30-nál több kiátszotta volna F2-n keresztül az F1-et. Először jó pofának tűnik, de utána szerintem annyira nem ragasztja le az embernek a kíváncsiságát. Azt mondja, reméli Paul, hogy a 2020-as season helyébe fognak kerülni a török és a Mugello, hát most minek kerülne be a 2021-es játékban, nem értem a logikát ebben megint. És ez a kedvencem, hogy tekintve az utolsó két játékot, amit a Codemasters ugye kidurrantott magából még utoljára a Dirt 5-öt és a Project Cars 3-at, ami abszolút egy szarkupac volt, ugye, azt írja Paul, nem nagyon állítja magasra a mércét az EA részéről. Hát ez így, igen. És akkor itt van még egy. Ez a kedvencem, hogy $70, amelyeket euróban van megadva. De lényegében sem baj. De vagyok lehet, hogy az euró miatt 5 euró visszaszámlálódik? Gyengébb lenne a dollár? Mit tudom én, mi történik? Igen. Csodálatos. Itt írja is igazából ez a Jack Few, hogy szerinte ez a játék még bőven a Codemasters keze alul kerül ki, ugye, és az EA csak a jövő évben fog jócskán beleszólni. Lényegében ugye tökre meg is erősíti azt, amit még jó pár hónap ezelőtt véleményt megosztotta. Itt megint megy a faszkodás, hogy jaj, ne csak az EA-t, ne szét fogják cseszni az F1-es játékot. Atya úristen. So the trailer for the dumb RPG part of the game showed racing, that should be the point of F1. Hát a csávónak nem tetszik, hogy ennyire ezt a hát, roleplaynek nevezhető részét mutatták ennek a trailernek, arra fókuszáltak, mutassanak versenyzés. Hát én, tehát komolyan mondom, nem értem, mindig ez van. Valami kijön,
És ha még az is, amit az emberek előtte akartak, akkor hirtelen átkonvertálódik az embereknek a meglátása, hogy hát ők ezt nem akarták, és hogy miért nem mutatnak versenyt. Milyen verseny? Basszus. Hát ott vannak az autók, minek különzik ott az zajig? Hát még fejlesztik, baszki, 3 hónap, amik a kiadásig. Mindenki, minden tisztelt kivétel nyilván, de mint hogyha egyszer akarnának mindent is. Hát könyörgő, ugyan már. Ez úgy kinéz, mint a FIFA, új játék, új content. De ezt sem értem teljes mértékben, hogy mire számít az ember vajon, hogy minden évvel valami óriási újítás lesz. Hát basszus, itt van az új karriermód, itt vannak az új osztott karriermódok ugyan, hogy lehet pajtással nyomni. Mit szent az ember, meg az új FIFA-ba is? Basszus, adott az irányítás, ezeket kell cserélni, meg játékosokat fejleszteni olyan tekintetben, hogy az arcukat még filmítsák, vagy tudom én, a grafikán valamit állítsanak. Mit szeretne egy új FIFA-val? Ezek pont azok a réteg dolgok, amiken olyan-olyan nagy újításokat nem lehet bevezetni. Szerintem legalábbis is. Ezért nem értem azt a sok hisztit. Mit csináljanak? Tök jó, hogy tudja mondani, hogy ez szar, mert ugyanaz, csak más névvel. Hát akkor miért nem az ötleteket? Sosem értettem ezt. De mindegy, hát valószínűleg csalódottam a 20-20-ban, vagy nem tudom, mi történne. Jaj, néha az emberek kik tudják ki az embert készíteni, azt hiszem. Jó, hát lényegében ennyi volt az első content, amit tudom, az EA, a Codemasters-ön keresztül még itt ránk bízott. Sokat mondó volt végül is a trailer, abban tekintetből, hogy a Breaking Point nevezetű új felépítésű karriermódot bemutatta nekünk, legalábbis annak egy bizonyosan nagy részét. Ugyanakkor nem gondolnám, hogy ez volt az egyetlen és az utolsó trailer júliusig. Sőt, szerintem májusban is legalább lesz egy, ha csak nem már áprilisban. Most el fogják megkezdeni promotálni a játékot. Ennek ez a menetet. De nem is értem, aki többet akart, az mire számít. Hogy le tudják áprilisban, és akkor júliusi kus, vagy micsoda? Csodálatos egyiket az emberek hozzáállása. Szerintem ez még mindig jobb kivitelezés volt, mint tavaly, amikor ugyanazokkal a kasznikkal az autókat egymásra engedték, és a Mercedes tök, hogy úgy nézett ki, mint egy Ferrari, csak más volt a színe. Akkor is abból volt a hiszti. Most egy kicsit szűkebb lett a tudásközpont, de legalább Steamen tudjuk, hogy mik az újítások, úgyhogy örülünk neki, és örülünk annak, hogy az EA egy kicsit megint elkezdte az F1-es játékokat elvinni egy nagyon ötletes irányba lényegében, ugyanis mindenképpen jó future-ket fog tartalmazni, hogy mi lesz a végkimenetele, meg a kompletten a kivitelezés, azt majd meglátjuk. Az viszont biztos, hogyha jön még trailer, akkor azt megnézzük közös erővel, aztán majd véleményt alkotunk. Nekem egyébként tetszett, úgy, ahogy nem volt olyan nagyon sok lényegi rész benne, ugye egy dologra koncentráltak, de abból ítélve, ahogy a Journey mit adott, ugye FIFA-ba, szerintem nem lesz rossz ez az F1 sem, F1-ben sem pontosabban, úgyhogy meglátjuk, mennyire lesz elég az EA-nek a kapirgálása a Codemasters megmaradt emberen keresztül. Hát addig is türelmesek vagyunk, srácok. Július 16, akkor jön a játék, addig is jönnek még itt a karriermód epizódok, röviden, tömören, ennyi igazából. Köszönjük a megtekintés, kacok, pusszantás, csuppantás, mindenki legyen jó.